Mámoros, diadalittas hóhérok a vérszagára gyűlve örömünnepet ültek. Csak szegények voltak már az úrral ekkor. Szegények, kik lelkükben a legnagyobb gazdagsággal távoztak a teremtőhöz, a zsarnok keze által. Bár talán nincs olyan, aki ne ismerné Kossuthot, Petőfit, Görgeit, hiszen ezek mind ismertek és mind nagy hősök. De 48-ra emlékezni kell. Emlékezni kell arra a győztes időszakra, amikor a magyarok a szabadságért harcoltak, küzdöttek. Amikor egész Európa ránk figyelt, és nézte, hogy ez a kis nemzet milyen sikerrel tud szembenállni majd az osztrák és a cári hadsereggel. Sajnálatos módon a gyönyörű időszak után jött az október 6. Az a dátum, amely a magyar történelmek a legsötétebb napjai közé tartozik. Hiszen ezen a napon Aradon kivégeztek 13 tábornokot, és Budapesten pedig gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt. Tisztelt polgármester úr, kedves szentendreiek, kedves gyerekek, tisztelt katonák! 162 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon egy nemzeti tragédia történt, hiszen 13 kiváló tábornokot végeztek ki, akik példát mutattak hazaszeretetből, példát mutattak helytállásból, katonaként, tábornokként, tisztként, emberként, nem csak nekünk, hanem a világ számára. Szeretnék köszönetet mondani elsősorban a helyi önkormányzatnak, polgármester úrnak, azoknak a pedagógusoknak és azoknak a katonáknak, akik ebben a rendezvényben, ebben a mai megemlékezésben, mind felkészülésben, mind most az itteni jelenléttel tiszteletüket adják, a helyi közösséget minősíti. Minősíti, hogy egy ilyen napról milyen módon, milyen mértékben emlékezik meg. És fontos, hogy lássuk, hogy itt vannak gyermekeink, itt vannak a családtagjaik, és egy település megmutatja igazi közösségi erejét, hiszen egy ilyen napon összejönni, emlékezni, szíveket megdobbantani, lelkeket összeérinteni fontos küldetés. Ennek a helyi közösségnek a lelke rendben van. Ezért köszönet önöknek. Az emlékezés, tudjuk, hogy a nemzeti érzésünknek, a nemzeti összetartozásunknak az egyik legfontosabb kifejeződése. Különösen nemzeti ünnepeken, nemzeti napokon, és sajnos a történelem során kijutott nekünk gyásznapokból is. Ez a mai ilyen nap. Ilyenkor megerősödik bennünk az az eltökéltség, az a hit, az a szándék, az a meggyőződés, hogy igenis összetartozunk, összeköt minket a közös haza, összeköt minket a magyarságunk, ha tetszik, akkor a közös lelkületünk. És ez felelősséget is jelent mindannyiunk felé. Felelősséget jelent egymásért, a nemzetért, gyermekeinkért. Milyen generáció nő majd föl, mivé neveljük őket. Mint ahogyan egy ilyen emlékezés során, ha visszagondolunk a 48-as, 49-es szabadságharc hőseire, az aradi 13-ra, vagy Batthyány Lajosra, akkor jó, ha eszünkbe jut az is, hogy ők milyen korban lettek hősökké, milyen neveltetésben részesültek ők, a szüleik, a környezetük, a tanáraik, mivé nevelték. Sokan azt mondják, hogy könnyű volt akkor hősnek lenni, hiszen a történelmi kor tette őket naggyá. Ez egy téves felfogás. Ha nem nevelték volna őket úgy, ahogyan nevelték, ha a szüleik, a pedagógusaik, a tanáraik, a környezetük, a családjuk nem irányította volna a tudásukat, a lelkületüket, a gondolkodásmódjukat, a szemléletmódjukat abba az irányba, amelyet ma helyesnek tartunk, akkor valószínűleg nem lett volna, aki kimert volna állni. Ezért fontos, hogy ezen a napon is elgondolkozzunk azon, hogy a jövő generációja mivé alakul, ha a neveltetésük nem megfelelő. Én hiszem azt és látom azt, hogy, és ezt mutatja az itt lévő sok gyermek is, hogy jó irányba haladunk. Katonák voltak az aradi hősök, tábornokok lettek a szabadságharc alatt. Ne feledkezzünk meg arról, hogy 1848. szeptember 29-e gyakorlatilag a Magyar Honvédség születésnapja. A Pákozdi csata, amely itt az előbb elhangzott, az első Magyar Honvédség felállított egységeinek a tűzkeressége volt,
és ha ez nem sikerült volna, akkor lehet, hogy nem tartott volna másfél évig a magyar szabadságharc akkor két legerősebb hadseregével szemben. Tehát ez a tűzkeresség jól sikerült. Azok a tisztek, azok a katonák, akik megedződtek a szabadságharc különböző csatáin, azok kimagasló teljesítményt nyújtottak. Mit tudtak a katonák akkor, és mit tudnak a mai honvédeink is? Mi az, amiben talán minden más hivatástól többet tesznek le a társadalom asztalára? Hát mindenképpen azt a tudást, azt a katonai tudást, a harc megvívásának a képességét, amit csak és kizárólag a katonák tudnak, a honvédeink tudnak, és tudtak akkor is. Az a felelősség, amely az ő munkájukat jellemzi, a szintén csak a katonáinkra, a honvédeinkre jellemző. Hiszen ez nem kevesebb, mint az, hogy ezt a fegyveres képességet, a harc megvívásának képességét nem öncélból kizárólag a haza védelmére gyakorolják. És ezt tették 1848-49-ben is a katonáink, a honvédeink. És jellemezte őket az az összetartó erő, az a bajtársiasság, az a testületi szellemiség, ami egyébként ma is jellemzi a mai magyar honvédséget. A forradalmi időszakokban, szabadságharc időszakában még valami kellett ehhez. Hármas erősségű hivatástudatot még inkább megerősítsék, és még több sikerre vigyék a magyar honvédség erőit. Ez pedig nem másból adódott, mint egy igen magas fokú hazaszeretetből. 1848-49-ben az egész nemzet lelke egy nagy lélekké olvadt össze. És ez adta azt a hatalmas erőt, azt a népi szellemet, szellemiséget, amivel a császári hadsereggel szemben másfél éven át, valamint az utolsó időszakban még a cári hadsereggel szemben is ellen tudott állni. Az akkori kor leghosszabb ideig tartó, legtöbb sikeres csatáit felmutató szabadságharcunk volt. Nyugodtan lehetünk erre büszkék, kedves barátaim, kedves szentendreiek. Jó, ha ezt tudjuk. És jó, ha ezt hirdetjük a világban, mindenhol. Nem sok nemzet volt erre képes akkor. Belső ellentétek dúlták szét és feszítették szét az akkori kor forradalmait, szabadságharcait. A magyar szabadságharc nem ilyen volt. Persze voltak különböző ellentétek, de ezek nem voltak olyan erősek, hogy megakadályozták volna a magyar honvédség győztes csatáit. Ez adta azt az igazi erőt, amivel képesek voltunk csodákra. A közös tragédia megerősítette a nemzeti összetartozásunkat. Megerősítette a magyarság lelkét, lelkületét. Azt mutatja föl nekünk örök időkre, hogy az igazságtalanságban sosem szabad belenyugodni. Mindig bátran ki kell állni, és meg kell harcolni az igazságunkért. Megmutatja számunkra a hit erejét, méghozzá olyan mértékben, hogy a halál árnyékában sem tagadták meg az aradi 13-ak a szabadságba vetett hitüket, a hazaszeretetüket. Emlékezzen meg a magyarság róluk, legyenek mindig példaképek gyermekeink előtt, ezek a kiváló emberek, és még egyszer szeretném megköszönni önöknek, hogy itt vannak, szeretném megköszönni, hogy felkészültek erre a mai megemlékezésre, és megköszönni azt is, hogy meghívtak erre a mai emlékezésre. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Pedig a szívem gyászba van, babám, jaj. Gyászba is lesz, amíg élek, míg a sírban le nem tesznek, babám. Komor felettem az ég is, elhagyott a reménység is, babám. Csak a 10 autószázados parancsnok helyettes, és végig csak a 10 autószázados.
általános iskola, az Izbégi általános iskola, a második Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnázium, és a Templom-Dombi általános iskola igazgatói közösség.